Szeretettel köszöntelek az EHF Bajnokok Ligája sajtótájékoztatóján a Pik Szeged Zágráb visszacsapás után. Engedjétek meg, hogy az asztalnál helyet foglaló úriembereket bemutassam. A vendégek mesterem Kivice Orbán, a vendégek játékosa Sandro Obradovics, a Pik Szeged vezetőedzője Juan Carlos Pastor és a Pik Szeged csapatkapitánya Bánhidi Bence. Please allow us to welcome these people at the press conference after the game Pik Szeged against PPD Zagreb. The head coach of Zagreb, Ivica Obran, and player Sandro Obradovic, and from Pik Szeged, its head coach Juan Carlos Pastor and team captain Bánhidi Bence. Megkérem a vezetőedzőt a vendégektől, hogy értékelje a találkozót. We would like to ask the head coach of Zagreb to share his thoughts on the game. Dobro večer svima, čestitam ekipi Szegeda na zasluženoj pobjedi. Igrali smo protiv jedne od najboljih europskih ekipa, u nekim segmentima igre kao što je obrana, nekih 40 minuta sam zadovoljan, napadački nismo znali parirati i na kraju smo izgubili visokom razlikom. Žao mi je da je ispalo 9 golova, bio bi zadovoljniji da je to nešto manje jer nas sljedeću utakmicu čeka vrlo važno meč protiv norveškog Elveruma. Još jednom čestitke i nastojat ćemo ovo izanalizirati i biti puno boljem izdanju u sljedeću srijedu. Jó estét kívánok mindenkinek, először is gratulálni szeretnék a Pik Szegednek. Úgy gondolom, hogy az egyik legerősebb csapat ellen játszottunk ma a BL-ben. Úgy gondolom, hogy nem tudtunk jó védekezni a mai meccsen, és majd kielemezzük a hibákat. Szeretnék még egyszer gratulálni a szegedi csapatnak. Good evening. He would like to congratulate Pik Szeged. He thinks that Pik Szeged is one of the greatest and strongest teams in the Champions League. He thinks that their biggest problems were in defense, and they have to check where these mistakes were coming from. But have to say again, congratulations to Szeged. Nagy taps fogadott Sandro, milyen érzés volt Szegeden játszani, és mi döntött a Szeged javára? Sandro, you got a great applause from the fans here in Szeged. How did you feel about that? And please share your thoughts. What do you think was the decisive factor for Szeged? Dobro večer svima. Prvo bih htio čestitati na pobjedi ekipi Szegeda. Da su bili bolji od nas na ovaj odgovor. Vrlo mi je drago da sam se vratio ovdje igrati. Stvarno sam sretan što su me pozdravili. Trener danas, naš Ivica, sve dobro rekao, ali bi ja još htio reći da imamo, ovo je već druga utakmica u kojoj imamo veliki problem u drugom poluvremenu. To je stvarno veliki pad se vidi i moramo to ispraviti što prije, jer imamo sljedeći tjedan Elverum i nadam se da ćemo to dobro odigrati u srijedu. Jó estét kívánok mindenkinek, először is gratulálni szeretnék a Szegednek, ma jobb csapat volt nálunk. Nagyon jó érzés visszatérni Szegedre, és nagyon örül neki, hogy tudott itt megint kézilabdázni. Köszöni a szurkolóknak a támogatást. Szeretnék még hozzáadni, amit mondott az edző, hogy igaza van, de ez volt nekik a második nagy vereségük a BL-ben, nagyon jó fel kell neki készülni a következő meccse az Elverum ellen, mert egy nagyon fontos meccs. He's greeting the people here as well. He thinks it was an amazing feeling to return to Szeged, and he would like to thank all the fans here that applause that he got when he got introduced to the field. He would like to congratulate Szeged. He believes Szeged was the better team tonight. And the coach is right about the mistakes, but they have to think about that this was their second great defeat in Champions League. And they really, really have to prepare well for next week's game against Elver. Köszönöm szépen, következett Juan Carlos Pastor értékelése. First of all, okay, I think today the match before was one match without a pressure for us, because it's the first match in Champions League with public for 1.5 years ago, more or less.
difficult the beginning. We didn't play good in the beginning because the result was 2-2 in the first 10 minutes. We played with so much respect to them. Mirko kept us in the first half. It was important in the beginning, the second half, to get 4 or 5 goals the difference. The after, I think the big difference was our rhythm. You know? The second half we scored 20 goals because we get a lot of balls. All mistakes which Zagreb did, we score counter-attacks or easy situations, but we need to continue to improve, to play better, with more confidence. We hope after this match, after these 2 points at home, with our fans, we can continue our way. We know that our matches are very difficult in this championship. Any competitions. Thank you. Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy nagy nyomás volt rajtunk ezen a mérkőzésen, hiszen el kellett indulnunk a győzelmek útján. Ezért az elején nehezen kezdtük ezt a mérkőzést. Rosszul kezdtünk, 10 perc után mindössze 2-2 volt az eredmény, nem túl sok gól volt. Túl nagy tiszteletet adtunk az ellenfélnek, így a mérkőzés ezen szakaszában tulajdonképpen Mirko tartott minket a meccsben. És ez így volt az egész első fél időben. Aztán fontos volt, hogy meglegyen a 4-5 gólos különbség, amire már építeni tudtunk, így a második fél időben már jöttek a gólok is. Ugyanakkor mind a két csapat követett el hibákat, ebből lehettek a kontratámadások, amikben szintén előfordultak hibák egyébként. Fejlődni kell, sokkal magabiztosabbnak kell lennünk, ugyanakkor reméli, hogy a szurkolókkal és ezzel a két ponttal, amit megszereztünk, el tudunk indulni a győzelmek útján. Hiszen nagyon-nagyon nehéz sorozat a Bajnokok Ligája, de erre tudunk építeni. Nagyon szépen köszönjük, következően Bánidi Vence, a Big Szeged csapatkapitánya. Én úgy gondolom, hogy már mindenki nagyon ki volt éhezve egy ilyen Bajnokok Ligája összecsapásra végre szurkolók előtt. Jó érzés volt pályára lépni? Jó estét kívánok mindenkinek! Igen, nagyon jó érzés volt pályára lépni újra szurkolók előtt, hisz nagyon sok ideig ugye nem tudtunk előttük játszani, és nem is tudtunk hozzászokni ahhoz, hogy üres csarnokban kell teljesíteni. Úgyhogy nagyszerű érzés volt újra viszont látni őket a csarnokban. A mérkőzéssel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy rosszul kezdtük, ahogy a Mister is mondta, kicsit megilletődöttem. Nem azt játszottuk, amit szerettünk volna, aztán a második fél időben sokkal jobb ritmus diktáltunk, mint védekezésben, mint támadásban, és ezáltal tudtunk ilyen felén is nyerni. It was an amazing feeling to play yet again in front of amazing fans here in Szeged. We really, really miss them. We just couldn't get used to play in an empty hall. About the game, as the coach said, we started the game really bad. We were really, really shy on the court, and this was not the way how we wanted to start, and this was not the way how we wanted to play the game. In the second half, we could change the rhythm of our play, both in defense and in attack as well, and this was the key how we could get this difference between the two teams. Csak csapatkapitányként felhívnám a figyelmet, hogy Nick Henning ma szerezte a klub történetének 6000. Bajnokok Ligája gólját. Lesz feladatai miatt? Igen, akkor majd most az öltözőben mondom neki, hogy hozza be a megérdemelt kockasört. So the question was that it's an information for the team captain that Nick Henningman's goal was the 6000th goal of Big Szeged in Champions League, and if there is any task that Nick has to do because of this, and Ben's answer is that yes, of course, he will have to bring in some gifts for the team, and he already knows what that is. Köszönöm szépen, van-e kérdésetek esetleg? Nem csak, nagyon szépen köszönjük mindenkinek.